Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Hát mondhatjuk azt, hogy a hét itt Fejér megyében a csapadékvíz okozta a gondokkal, illetve a belvíz gondokkal telt. Erről fogunk beszélgetni stúdiónk szakértő vendégével. Köszöntöm Kenyeres Dánielt, a Városgondnokság belvíz rendezőmérnökét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy meghívtatok. Ugye talán nem is volt olyan nap, amikor ne találkoztunk volna a héten valamelyik helyszínen. Hogy telt már a tegnap este, az is munkával telt, vagy ilyenkor mi történik, amikor így egy kicsit így mondhatjuk azt, hogy a láb hagy a víz, okozta gond? Hát most még hetekig arról fog szólni az életünk, hogy itt a nagy mennyiségű csapadék után helyreállítjuk a problémákat, illetve az előjött problémákat próbáljuk minél gyorsabban megoldani. Gyakorlatilag vasárnaptól készenlétben voltunk, számítottunk erre az időjárásra, ha nem is ennyire, mint amennyi most lejött csapadék. Hétfői napon már igazából reggel 4 órától már védekezésen voltak az emberek. Gyakorlatilag először két fővel kezdtük a fizikai állománynál, aztán ez kedd délután ez már fölment olyan közel 20 főre. Mindig megvannak a marginális pontjaink, ugye talán többen ismerik te is a Székely utcai zárt kertek területét, Jancsár csatornát, Hármashidi körforgalomnál zsilip lezárásokra került sor, illetve van még a Gáncspár lakótelep, ahol szintén egy vaján lévő zsilipnél kell mindig ügyeletet tartanunk, és hát természetesen rengeteg bejelentésünk jött, hisz a problémát most az okozta elsősorban, hogy a Gaja vízállás olyan magas volt, hogy a városból nem tudtak kifolyni a csapadékvizek, tehát a Jancsár csatorna és az Oszalvölgyi árok gyakorlatilag nem tudtak kifizetni a városból a vizeket. Ezért például látványos volt eléggé, hogy a Berényi úton viszonylag nagy víz állt, egészen földúzadva egészen a Tompa Mihály utcáig. Ez addig nem tudott elmenni, amíg igazából a Jancsár csatorna nem tudott a Gajába ürülni. Szóval akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a vasárnap este az már a figyelemmel telt. Ilyenkor egyébként hogy néz ki ez, hogy folyamatosan az időjárás jelentést figyelni kell, és akkor onnantól kezdve elrendelnek egy ilyen készenlét szolgálatot, vagy mit lehet erről tudni? Hát igazából a meteorológiai jelentéseket folyamatosan kísérjük nyomon, illetve a vízügynek a honlapján lehet kísérni azt, hogy a különböző vízmércék azok milyen állásban vannak. Itt általában óra szinten van visszabontva az, hogy mi volt a vízállás. Hát például annyit kell mondanom, hogy az előző napokban, tehát mielőtt elkezdődtek ezek a nagy esőzések, olyan 60 centi környékén volt a Gaja, ez keddre ez fölment 236 centire. Ezt könnyű kiszámolni, hogy ez több mint négyszeres vízmennyiség, és a legmagasabb vízmennyiség, ami 2010-ben, amikor ugye minden Fehérváron vízben állt, vagy a Fehérvár környékén minden vízben állt, akkor 266 centi, tehát ettől igazából 30 centivel maradt el ez a mostani szint. Mondjuk hozzá kell tennem azt is, hogy ilyenkor 1 centi is sokat számít mindig. Igazából ennél a víz nagyságnál már gyakorlatilag a városban egyáltalán nem folynak ki a vizek. Kedden igazából kim voltunk az ügyvezető igazgató úrral, és akkor döntött úgy igazából, hogy a délutáni helyzetet úgy ítélte meg, hogy akkor itt komolyabb beavatkozások szükségesek, ugye ezért lettek a Székely utcába felszólítva a lakók, hogy lehet, hogy hamarosan távozniuk kell. Hamarosan innen megyünk tovább, és megnézzük a székesfehérvári kritikus pontokat, vagy az ilyen problémás helyszíneket. Ebben is majd kérjük a segítséget. Előtte azonban nézzünk ki egy kicsit a megyébe, hiszen, ahogy azt említettem, már az egész megyét érintette ezt. A vihar pedig Bakony-Csernyét sem kímélte, ahol rövid idő alatt a lehullott mennyiségű csapadék miatt kilépett a medréből a Súri vízfolyás és a Gajapatak is. Az áraházakat, a kertek is elöntötte, két embert pedig ki kellett menekíteni az otthonukból. Nézzük összefoglalónkat.
20 centis vízben gázol ez a férfi háza udvarán Bakoncsernyi. Ezen a felvételen pedig sertéseket menekítenek ki traktorral a több mint fél méteres vízből. 24 óra leforgása alatt több mint 70 mm csapadék hullott a Fejér megyei településen és környékén, minek következtében kiöntött a falun átfolyó Súri vízfolyás és a Gaja patak is a medvéből. A víz a település fő utcáján is hömpölygött, ezért azt egy időre le is kellett zárni a forgalom előtt. A víz több lakóházba is befolyt az utcáról. Voltak, akiket az ablakon keresztül menekítettek ki a tűzoltók. A tegnapi, valamint az éjszakai heves esőzések következtében Bakoncsernyinél megáradt a Gaja patak. A település fő utcáján átívelő híd fölött a Súri vízfolyás kilépett medréből. A fő utcán körülbelül 40 cm magasan hömpölygött a víz az reggeli órákban. Itt ideiglenesen a gépjármű forgalomra se volt lehetőség. Emellett a medréből kilépő Gaja patak Bakoncsernye három utcájában okozott problémát. Több mint 60 házat veszélyeztetett a kitörő víz. Ennek során a katasztrófavédelem, a vízügyi igazgatóság, valamint az önkormányzat együttes munkával közösen kezdte meg a védekezést a villámárvíz következtében, melyhez a katasztrófavédelem 2000 homokzsákot biztosított. A móri önkormányzatok a helyszínre érve elsődleges feladatként életmentést hajtottak végre. Az egyik lakóházból, amelybe betört a víz, két idős embert mentette ki az ablakon keresztül, majd az ingatlan hátsó udvarában lévő állattartó olból négy sertést vezettek ki, itt már körülbelül egy méter magasan állt a víz. A villámárvíz három utcában 63 lakóházat érintett, és összesen 200 lakót. A település végén lakó Müller Tamásékat hajnalban a postás értesítette, hogy vízben áll körülöttük minden. Pillanatok leforgása alatt pedig már 30 centis víz állt a házban is. Mintegy 20 perc alatt ide zúdult a gát mellett, gyakorlatilag a faluban máshol, ahol alacsonyabb volt a szint, ott kijött, és a földek ide vezették. Gyakorlatilag úgy öntötte, hogy nem volt annyi időnk, hogy a homokzsákokat oda tegyük, és így aztán sok befolyt a lakásba, ugye elásztatott mindent. Aztán amikor már a homokzsákot oda tették, akkor megfogta, mert csak olyan jó 50 centi víz volt itt, 50-60 centi. Itt hátul hol vannak ilyen állatok, ott nagyobb víz volt, mert ugye az közelebb volt a Gajához, és aztán így nem nagyon lehetett megakadályozni, hiába volt segítség. A kárnak meg lehet becsülni egyelőre mértéket? Hát ez mindenképpen több százezer, az minimum, ugyanis nagyon sok betakarított termény pusztult el, ugye az teljesen széttázott, elvitte. Most az, hogy most 50 vagy 100 csirke elhullott, az is kár természetesen, meg hát ugye bent, ami széttázott, akkor festeni kell, meg takarítani, meg eláztak, szóval biztos, hogy több százezer forintos kár lesz. Az udvarban és a gazdasági épületekben pedig még nagyobb pusztítást végzett a víz. Több tucat csirke és a betakarított termény is oda az ár miatt. Ingatlanonként több százezer forintos lehet a kár. A villámárvíz miatt a településen harmadfokúra emelték a készültséget. Eddig 2000 homokzsákot helyeztek ki az egyes ingatlanokhoz, a víz nagy részét pedig a legtöbb kertből délutánra megpróbálták kiszivattyúzni. Azonban a kedvezőtlen időjárás miatt marad a faluban a készültség. Bakoncsernyi jelenleg 63 ingatlan állt veszélyben, és ezért harmadfokú vízvédelmi veszélyhelyzetet hirdettünk meg. Közel 200 ember az érintett. Hál' Istennek kifejezetten ingatlanba, tehát lakóingatlanba, kettő, illetve három lakóingatlanba ment be a víz. Két szemét ki kellett menekíteni. Amúgy urai vagyunk a helyzetnek, a lakosság segített, és homokzsákokkal megóvtuk az ingatlanokat. Ugye most itt délutánra még voltak ilyen érek, hogy ide további 30 mm csapadékot mondanak. Ezzel mit lehet kezdeni, vagy lehet erre bárhogyan készülni még? Készenlétben vagyunk, homokzsákok, pluszomokok megvannak, munkagépek készen állnak, a lakosság figyel, és eddig is a lakosság összefogásával ezt meg tudtuk védeni magunkat, én úgy gondolom a későbbiekben ez is fog működni. Hozzátéve az, hogy a katasztrófavédelem, a vízügyi igazgatóság emberei is jelen voltak, és ők is a segítséget nyújtottak nekünk. A helyiek azt mondják, ha megérkezik a vihar estére, amit jósolnak, kezdhetik a kártalanítást előről, mert a megáradt Gaja képtelen lesz a hegyekből lezúduló vizet elvezetni.
Nos, hát az iménti összeállításban, hogy ha jól emlékszem, harmadfokú készültség volt Bakony-Csernyén, Székesfehérváron. Székesfehérváron is kettő gyakorlatilag harmadfokú készültségben voltunk. Ezt a polgármester úr hirdette ki. Gyakorlatilag ez azt teszi, hogy 24 órában dolgoztak a kollégák természetesen váltásokba. Ezt elsősorban ugye a Székely utcai zárt kertek védelmében tettük. Ott igazából a hétfői nap reggel már a zsilip építése az elkezdődött. Először kisebb szivattyúval voltunk jelen a helyszínen, egy kisebb dízel szivattyúval, majd utána van egy nagy kapacitású dízel szivattyúnk, ami 16 köbmétert tud átemelni másodpercenként. Ezzel voltunk ott jelen, hogy a lugosi árok vizét át tudjuk a túloldalra emelni, ahol folyamatosan emelkedett a vízszint. Gyakorlatilag a döntés azért született meg, hogy az átkerteknél tájékoztatni kell a lakókat arról, hogy lehet, hogy mondjuk a kedd éjszaka menniük kell az otthonaiból, mert olyan magas volt már a két vízszint között a különbség, tehát amit a szivott oldalon az árokban tudtunk tartani, azért, hogy ne önts el az ő lakóingatlanékat, illetve ami kintről a Gaja felől jött, hogy már több mint egy méteres vízoszlop különbség volt, és hát félő volt, hogy vagy a töltés, vagy esetlegesen ez egy zsilip, tehát fapalló zsilip, hogy a pallók nem fogják bírni ezt a nyomást, ami rájuk nehezedik. Illetve hát más problémák is adottak az elektromos hálózattól kezdve egy csomó minden, ugyanis a Székely utcai zárt kertek jó része egy lefolyástalan terület. Tehát magyarul hiába szivattyúzunk, vagy hiába próbáljuk elvezetni a vizet, onnan nagyon nehézkesen jön, majd egy idő után elszikkad, gyakorlatilag erről van szó. De több függetlenül, bár a Székely utcában is több helyen is ugye eléggé durva volt a helyzet, így külső szemlélőként, és nyilván aki ott lakik, annak pedig még kellemetlenebb, azért nem voltak mondjuk a Bakony-Csernyéhez hasonló képek itt Székesfehérváron. Itt azért előzetes munka is volt ebben. Persze. Hát mi erre most már igazából évek óta készülünk, tehát azt kell mondjam, hogy 5-6 éve erre folyamatosan készülünk. Ez igazából 2010 mutatta meg azt, hogy erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és az volt a döntés, hogy a Székely utcai zárt kerteket, annak ellenére, hogy külterület, és ott egyébként életvitelszerűen nem szabadna senkinek laknia, ennek ellenére igen sokan laknak, tehát most kb. Olyan 100-150 fő lakik kint, tehát az elég soknak számít. Innentől fogva, hogy ezeket az embereket meg tudjuk védeni, az a döntés született, hogy annak ellenére, hogy külterület, ezt a területet is védenünk kell. Ettől függetlenül azért ez egy speciális helyzet, mert bár 2010-ben nyilván, de előtte nem annyira emlékszem, nincsenek ilyen emlékeim, hogy ott olyan nagy problémák lettek volna. Itt az útépítésekkel ez összefüggésben lehet, vagy mivel kapcsolatos ez? A Székely utca esetében mondjuk például. Hát azért nehéz ez a szakma ilyen szempontban, hogy folyamatosan változik, folyamatosan járni kell a területeket, és tényleg minden változik. Minden egyes úgymond vonalas létesítmény, tehát útépítés, vasútépítés, ezek befolyásolják a dolgokat. Az összes építkezés, Fejérváron rengeteg építkezés megy, ugye. Ezek mind egyre több vizet jelentenek, hisz beépülnek a területek, egyre több burkolt felület van, és sokkal gyorsabban jönnek le ezek a vizek, amik régebben ugyanilyen intenzitásnál sokkal lassabban tudtak, vagy el tudtak szikkadni. Ezért is vannak ilyen jellegű problémák, folyamatosan fejleszteni kell a rendszert a tapasztalatok alapján. Mi abba próbálunk mindig előrelépni, hogy olyan helyzet ne alakuljon ki, hogy az ténylegesen lakóingatlanokba kárt okozzon. És akkor itt van egy speciális helyzet, hiszen ott a külterületen nem lehetne lakni. Így van. No, a Székely utcáról beszélgettünk, ugye, és ennek kapcsán, hogyha jól emlékszem, riasztási pontokról is szót ejtettünk már korábban. Több ilyen pont is van, hogyha jól tudom, 9. Ez mit jelent ez a riasztási pont? Hát gyakorlatilag most 9 helyen üzemeltet a Városgondnokság áttemelő telepet. Évekkel ezelőtt azt a döntést hoztuk, hogy külső vállalkozók üzemeltették ezt, hogy ezeket mind visszavette a Városgondnokság, azóta folyamatos fejlesztések vannak az áttemelő telepeken, és évekkel ezelőtt, kb. Olyan 4 éve az összes telephelyen ki lett építve egy SMS-es nyomjelzés, ami gyakorlatilag különböző dolgokat tudunk belőle kivenni, például a táphibát riaszt, hogyha nincs áram, ugye, tehát nem tudnak működni a szivattyúk, vagy például a vészszintet jeleznek, amikor nagy mennyiségű eső van. Gyakorlatilag ezekben nagyon jól látszik, a vészszintek úgy vannak beállítva,
hogy már jóval előbb azért riaszt, mielőtt ott tényleges nagyobb probléma alakulna ki. Ekkor erre már mi készülünk rá, és ebből gyakorlatilag jól tudjuk azt, hogy melyik területeken vannak a problémák. Azt ugye említetted, hogy mikor riasztanak ezek a berendezések, most itt a hét történését, hogyha figyelembe vesszük, akkor ezek mikor riasztottak? Hát gyakorlatilag ugye a hétfői napon kezdték a riasztást, illetve azért azt is tudni kell, hogy van olyan szivattyú telep, például a Sóstó egy lakótelepnek van egy záportározója, ahol három napig folyamatosan működött a szivattyú. Tehát olyan mennyiségű víz jött, hogy onnan csak három nap után tudta eldolgozni két közepes nagyságú szivattyúnak a munkája, a vizet. Miért fontosak ezek a riasztópontok? Gondolom, hogy az időben való felkészülést is segítik. Így van, illetve az, hogy az áttemelők működjenek, mert hogyha ugye ahol áttemelő van lerakva, onnan gravitációsan nem tudnak elfolyni a vizek. Innentől fogva, hogyha innen nem tudjuk elvinni folyamatosan a vizet, akkor itt komoly problémák lehetnek. Mondok egy pontot, a Széchenyi úti aluljárónál is van egy szivattyúállomás. Ha itt probléma van, akkor gyakorlatilag az aluljárót le kell zárni, az pedig Fejérvel én úgy gondolom, hogy a közlekedés elég jól megbénul. És akkor ezért is fontos? Persze. És hát van több ilyen pontunk gyakorlatilag a városban, amiket így folyamatosan figyelni kell. No, a Székely utcáról már annyit beszéltünk, illetve arról is, hogy milyen ilyen kritikus pontok voltak Fehérváron, hogy természetesen erről is láthatnak egy összeállítást, aztán megyünk tovább a témával itt Kenyeres Dániellel, csak nézzük meg az összeállításunkat, hogy Székesfehérváron hogy alakultak tehát ezek az elmúlt napok. Már a délelőtti órákban szivattyúzniuk kellett a székesfehérvári tűzoltóknak. A Kodolányi apartmanház lakásait veszélyeztette a víz a bregyó közben. Itt a tűzoltók a lakókkal közösen dolgoztak azon, hogy megóvják az épületet. Egy apartmanházat, melyet lakásként használnak, veszélyeztet a nagy mennyiségű csapadékvíz. A problémát az okozza, hogy az épület mögötti utcában a vízelvezető rendszer feltelt, és a csapadékvíz így az udvar két pontjába szivárog. Egyes részeken már fél méter magasan áll a víz. A tűzoltók a lakókkal, a tulajdonosokkal közösen jelen pillanatban is azon dolgoznak, hogy megóvják a víztől az épületet. Homokzsákokat helyeztek ki, ezt tervezzük hamarosan megerősíteni, megtámasztani, emellett meg az épület belső udvarába további szivattyúkat helyeztek el a tűzoltók, mellyel folyamatos a vízeltávolítás. Ez pedig már a Bakony utca, ahol a Jancsárárok vízszintje elérte a partfal felső rétegét. A Palotaváros vizeit elvezető árok a Gajába folyik, aminek a medre telítődött, így korlátozottá vált az áteresztő képessége. Képeinken jól látszik, hogy a patak vízszintje a többszörösére nőtt a nagy mennyiségű csapadék miatt. A Morbodajki vízfolyáson olyan mennyiségű eső jött le, illetve csapadék, hogy a Gaja miatt folyamatosan duzzadt a tegnapi naptól. Ennek köszönhető az, hogy a városnak a vízfolyása, nagy vízfolyása, hogy Aszalvölgyi árok, Jancsár csatorna nem tudtak kifolyni, illetve most is nehezen tudnak kifolyni. A Székely utcában ugyancsak a Gaja vízszint emelkedése miatt szivattyúznak a városgondnokság szakemberei, itt a zárt kerti ingatlanokat fenyegeti a víz. De a város útjain is problémát okozott a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék, sok helyen állt a víz. Az elmúlt napokban extrém mennyiségű csapadék hullott a városra, amennyiben a Gaja vízszintje tovább emelkedik, további problémák fordulhatnak elő. Nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek, tegnap óta szivattyúzzák a vizet itt a Gaja pataknál, amely a nagy esőzés következtében kilépett a medréből. A helyi védelmi bizottság mintegy 60 embert szólított fel kedden arra, hogy hagyják el az ingatlanokat a biztonságuk érdekében. Az önkormányzat a sajtóorgánumain keresztül, nyilván a kormányhivatal a saját honlapján való közlés után segít a tájékoztatásban, és hát felszólítja az itt tartózkodókat, hogy a hobbitelkeiket hagyják el. Az ingatlan tulajdonosok nagy valószínűséggel a szerdai napon még nem vehetik újra igénybe a telkeket a biztonság érdekében. A szakemberek kedd óta megállás nélkül dolgoznak a területen, hogy megszűnjön a veszélyhelyzet. Gyakorlatilag tegnap óta folyamatos szivattyúzás van. Egy olyan szivattyút állítottunk le, egy olyan dízel szivattyút, ami 16 köbmétert tud percenként áttemelni.
ezzel biztosítottuk a Székely utcai zárt kerteknek a megvédését. Ezen kívül pedig tegnap esti órákban már homokzsákokat is ki kellett raknunk, amivel gyakorlatilag felépítettünk egy védművet. Nekünk vannak állataink. Legtöbben családjaiknál töltötték az éjszakát és elhagyták a székelydülőt, de ez a férfi éppen azt meséli, a betörés veszélye miatt inkább az ingatlanban maradt. Nem hagyunk itt se lovat, se állatot, semmit nem hagyunk itt. Mert véletlen betörnek, azt akkor elvisznek mindent. Mostanra már több centiméterrel alacsonyabb a Gajapatak vízszintje. Kedd óta a Városgondnokság összes szivattyúját munkába állították a szakemberek a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. Több helyen védekeznek a lehulló csapadék ellen. A Gajapatakon kívül ilyen helyszín például a Jancsár csatorna, a Hármas híd vagy a Gáncspál lakótelep. A Székesfehérvári Városgondnokság kedden és szerdán az összes szivattyúját munkába állította azért, hogy elkerülhessék a veszélyhelyzetet. Ugyanis a Gajapatak teljesen kilépett a medréből, ami azt jelenti, hogy a vízszint olyan magasra emelkedett, hogy a hátam mögött látható zárt kerti ingatlanok vagy hobbikertek hát tulajdonképpen veszélybe kerültek, így aztán az itt lakókat vagy az itt lévő tulajdonosokat azonnal kitelepítette a helyi védelmi bizottság a helyszínről. És az áramszolgáltatóknak, azoknál a fogyasztóknál, akiknél a bekötés problémát vagy balesetveszélyt jelenthetett volna, azoknál szüneteltették a szolgáltatást. Szerdán ez azonban mostanra teljesen helyreállt, illetve az a 60 ember, akit felszólítottak arra, hogy hagyják el az ingatlanjaikat, mostanra újra birtokba vehették a házakat. Nos, hát Dióhéjban ez volt tehát itt a hét történése Székesfehérvár vonatkozásában, mégpedig időrendben. Az egyik érdekes dolog, amire itt most a bejátszóban felfigyeltem, ez eddig nem tűnt fel, hogy az egyik ilyen védműnél talán volt egy ilyen zöld pont, ami megjelölve lett. Ez miért fontos ez a zöld pont? Ez ilyen vízszintet jelölt? Vagy hogyha azt eléri azt a zöld pontot, akkor az valami problémát jelentett volna? Igazából ezt én fújtam föl. Az volt a lényege, hogy tudjuk nézni azt, hogy mennyit emelkedik a vízszint. Tehát már akkor ugye azon a vízszinten voltunk, hogy már ugye homokzsákolnia kellett a kollégáknak, és olyankor már tényleg 1-2 centi is mindig számít, és hogy még mennyi homokzsákot kell vinnünk a helyszínre, illetve milyen egyéb óvintézkedéseket kell tennünk. Ez ezért volt szükséges. Mire kell figyelni? Mi van mondjuk, hogyha például ezeknél a védműveknél átbukik a víz? Hát reméljük, hogy ilyen nem lesz. Hát igazából mi mindig azt erősítettük, tehát ha már láttad, két soros homokzsák sor volt, pont azért, hogy ne tudjon átlépni a víz. Ha egyébként pedig buzgár keletkezik, vagy átlép rajta, akkor másik helyszínt kell választani, hogy továbbra is tudunk védműveket kialakítani. Tehát azon dolgozunk, hogy ilyen ne történjen meg egyébként. Ez is a védekezésnek, meg gondolom így a tervezésnek a fontos részét képezi. Így van, így van. Hát egyébként a mostani epizódból is tanultunk, tehát hogyha kimegy oda valaki, akkor látja, hogy ma a beton zsili befoglaló műtárgyrészek, azok olyan kb. 15-20 centivel magasabban vannak, mint a koronapontja a rézsinek. Ezeket megalapodtunk ott a magántulajdonosnak, akinek egyébként a területén a védekezés folyik ilyenkor, hogy ezek föl lesznek arra a szintre töltve. Pont ezért, hogy mondjuk ne kerüljön a homokzsákolásra a sor. Hogyha már itt ugye a Maros-hegyi területet néztük itt az utolsó etapban, a bejátszókban is, hiszen ez a Maros-hegyhez tartozik, mondhatni, akkor mit kell tudni Maros-hegy csapadék vízéről, azzal mi történik? Maros-hegynek gyakorlatilag két fő vízfolyása van, ami összegyűjti a csapadékot, az egyik a Maros-víz, itt nem szoktak lenni ilyen jellegű problémák, egyébként az is nagyon telített volt most ebbe a pár napban, a másik a Lugosi árok, ugye itt szokott lenni a Székely utcánál a probléma, gyakorlatilag a Lugosi árok hozza a Sóstó 2 területnek a vizeit, a harmatos völgy és hát a környező utcáknak a vizeit, úgyhogy azért elég nagy területről gyűjti le a vizeket, és gyakorlatilag mind a két vízfolyás az a szalvölgyi árokba folyik, az a szalvölgyi árok pedig a Gajába. És ugye ez okozta most a problémákat, hogy a Gaja olyan magas szinten volt, hogy az aszalvölgyi árkon keresztül visszadúzzat, az pedig ezt a két vízfolyást is visszadúzzasztotta. De a Marosvíznél azért nem szokott probléma lenni, mert ott egy jóval nagyobb lejtési viszonyok vannak, a Lugosi árok pedig alsó fele, tehát ez a Székely utcai zárt kertek és környéke, az alsóvárosi réttel együtt,
ez gyakorlatilag egy közelségben lévő terület. Itt szintén a bejátszóban láthattuk ugye a Kodolányi Apartmanház területét, ahol most is adódott probléma, de korán sem akkora, mint mondjuk néhány héttel ezelőtt, azért arra emlékszünk, hogy tényleg a szuterén lakásokban, meg a folyosókon is állt a víz, akkor mondhatjuk azt is, hogy ott is már valamiféle előre mozdulás, előre gondolkodás elkezdődött, és azért nem volt ott most nagyobb gond? Hát ezt kijelenthetjük, ugyanis azon a napon, amikor megtörtént ez a káresemény az apartmanháznak, utána beszélve a tulajdonossal 150 homokzsákot adtunk a tulajdonosnak, amit egyébként ő töltött meg, és ezzel már ugye gyakorlatilag ezt a védelmi vonalatot föl tudta saját magának építeni az udvaron belül. Ezen felül pedig már megvannak azok a műszaki megoldások, hogy hosszú távon hogyan lehet ezt kezelni. Ezek az anyagi forrásoktól függően kiépítésre kerülnek, illetve a tulajdonosnak is azért vannak feladatai, tehát vele is le van beszélve, hogy milyen műszaki megoldásokat kell ahhoz megtennie, hogy megvédje az ingatlanját. Ugye itt most elhangzott a hosszú terv, meg ugye azt is hallhattuk, hogy még most is folynak a helyreállítási munkák több helyen is. Ilyenkor mondjuk azért valóban van egyfajta előretekintés, és akkor azt mondani, hogy igen, ilyen is ilyen irányba kell elindulni, milyen műszaki megoldások, elképzelések lehetnek? Hát igen, nekem többek között az is a dolgom, hogyha egy ilyen események bekövetkeznek, akkor utána ezt műszakilag letegyek egy javaslatot az asztalra a döntéshozóknak, hogy mit kéne csinálni azért, hogy jobb legyen. Ők utána pedig döntenek, hogy anyagi vagy egyéb forrásokat hogyan tudnak ennek alárendelni, és gyakorlatilag utána ezek megépülhetnek. Persze ennek a döntési folyamatnak és magának a kivitelezésnek van egy időbeni lefutása, ezért kell például egy ilyen Kodolányi Apartmanháznál meg más területeken megcsinálni azt, hogy valamilyen óvintézkedést tenni, ha más nem, akkor homokzsákokkal, vagy jobb odafigyeléssel, azért, hogy ne történjen további káresemény. Kodolányi Apartmanházról, illetve Széke utcáról beszéltünk, de milyen problémás területek vannak összességében, hogyha Székesfehérvárt nézzük, vagy itt az elmúlt héten mik voltak a tapasztalatok? Hát igazából régi pontok is kijöttek, és újak is. Volt Fekete-hegyen egy utca, a Virág utcánál, ahol egy átterez dugulás miatt volt probléma. Itt ezt majd a lakó fogja helyreállítani, de hogy a többi ingatlan ne öntse el a víz, ezért itt folyamatos szivattyúzás volt gyakorlatilag egy napon keresztül. Egy régi probléma például a Lippai utcai mélypont, ahol onnan igazából csak szivattyúval lehet kiszivattyúzni a vizet. Itt a tűzoltók is, és mi is szivattyúztunk. Gyakorlatilag itt is egy műszaki megoldás le van téve az asztalra, és hogyha erre döntés születik, akkor ez is kivitelezhető itt ennek a megszüntetése. Ugye mondtuk azt, hogy a Gáncspál lakótelep is egy ilyen probléma, vagy a Jancsár csatorna tájéken is vannak ilyen jellegű problémák. Ezek is régóta ismert problémás területek, vagy itt van-e valami elképzelés, hogy hogyan változhat? A Jancsár csatorna és a Gáncspál lakótelep egy régi probléma. Az igazából akkor jelentkezik, amikor a Gaja víz szintje egy bizonyos mértéket elér. A Jancsár csatornán gyakorlatilag nincs kifeláramlás. Ilyenkor azt akadályozzuk meg egy leengedett zsilippel, hogy a Gaja ne tudjon visszafolyni Fehérvár fele. Ilyenkor az szokott lenni a probléma, hogy ha a városban is sok eső esik, azt is át kell emelnünk. Most a Jancsár csatorna azért a városnak mondjuk a háromnegyedéről hozza le a vizet, a Varga csatornával együtt, és azért ide nagyon nagy szivattyú kapacitás kell. A most kiépített szivattyú kapacitás, hogyha teljes szervénnyel jön az árkon, az most per pillanat nem elengedő, ilyenkor be kell vonni egyéb más dízel szivattyút, tehát oda kell vinni ilyenkor külön szivattyú rendszert. És akkor a Gáncspál is hasonló? A Gáncspálon ott egy zsilip van, sajnos, illetve nem sajnos, de kiépítettek ott egy zsilipet, közvetlen a Gajára van a Gáncspál lakótelepnek a vizei kivezetve, és hát évekkel ezelőtt tapasztaltuk azt, hogy innen ellopták a dolgokat, a fémalkatrészeket, ezeket előszeretettel viszik el, és egy fapalló zsilipet építettünk ki, ennek pedig a fölépítése az ugye időbe telik, de ilyenkor mindig folyamatosan föl kell építenünk. Ilyenkor, amikor mondjuk egy ilyen nagyobb
legterhelőbb időszak van minden szempontból, csapadékvíz, belvíz szempontjából, akkor kik azok, akik mondjuk ebben az összefogásban érintettek, gondolok én katasztrófavédelemre, nyilván a városgondnokság részéről is, hogyan kell együtt dolgozni? Hát folyamatos az együttműködés természetesen. A katasztrófavédelem a tűzoltósági részre támaszkodva elsősorban megy ki azokra a területekre, amit már mi nem győzünk el, általában ez szokott lenni, illetve hát ők ugye bármilyen helyzetben azonnal riaszthatók, hogyha gyakorlatilag az ingatlanba úgy néz ki, hogy kár keletkezne. A vízügyi igazgatósággal is folyamatos az együttműködés, onnan tudunk például nagy mennyiségű homokzsákot igényelni, vagy hogyha szükség van plusz szivattyú kapacitásra, akkor azt onnan tudunk így igényelni, ugyanis a városgondnokságnak azért nem korlátlanok a kapacitásai ebbe. Jó, természetesen a vízügynek sem, de ott sokkal nagyobb mennyiségű szivattyú van. Mi az a terület mondjuk, ami a városgondnoksághoz tartozik, és mi az, ami már a vízügyhöz? Gyakorlatilag a Gaján, a Gaja, mint nagy vízfolyás, az a vízügyhöz tartozik. Az összes többi fehérvári vízfolyás, az gyakorlatilag a városgondnoksághoz tartozik egy ilyen védekezés során. De van egyébként a vízitársulat is, aki üzemelteti. Hát úgy mondanám, hogy a külterületeket elsősorban ők, a belterületi részeket pedig inkább a városgondnokság, ez sematikusan ez igaz is. Őnekik azért van ilyenkor talán kevesebb feladatuk, mert ugye ők nem lakott részeken üzemeltetik a vízfolyásokat. Meddig tart még ilyenkor a helyreállítás, hiszen említetted, hogy ugye folyamatosan most is helyreállítási munkáknál vagytok? Hát biztos, hogy hetekig. A hosszabb távú megoldások, amiről már beszéltem, az pedig hónapokig. Tehát ilyenkor mindig az a probléma, hogy például az aszalvölgyárok mederburkolatát helyreállítjuk, ahol kimosta a rengeteg más pontot, amit ilyenkor mindig az van, hogy körülbelül most olyan 150-200 bejelentés jött ez alatt a két nap alatt. Ezeket próbáltuk ugye csinálni, íznyelő takarításoktól kezdve nagyobb problémák is jöttek. Ezeket folyamatosan csináljuk azt szerint, hogy mik a legsürgősebbek. Tehát én mindig szoktam a lakóktól kérni, hogy egy kis türelemmel legyenek, hogy igazából tényleg az esős problémákhoz megyünk ki először, és akkor utána mindig folyamatosan az összes többit intézzük. Hát én azt hiszem, hogy lesz munka még bőven, és hát még ki tudja, hogy milyen csapadékos időjárás következik majd az elkövetkező időszakban. Reméljük a legjobbakat. Igen, én is ezt remélem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva Novák Rita a kolléganőm számít majd a figyelmükre, hiszen a jövő héten kéklápások lesznek a köztérben. Köszönöm, hogy itt voltak még egyszer, viszontlátásra.